Komolyan zajlik a kiképzés a Pécsi Tudományegyetem Szántó Kovács úti épületében. Az idén első alkalommal megrendezett katonai túlélő tábor már iskoláskorban a túlélés technikájának alapjaira tanítja játékos formában az iskolásokat 14 éves korig. Még kislányok is jelentkeztek a hetes programra. Ismerkedtünk, meg játszottunk egy csomó fajtát, és ma ez az akadálypálya, ami most mennek, az is, abban volt ilyen kúszás, ládát kellett vinni, meg ilyenek, és az is nagyon jó volt. A programok igen színesek, a gyerekek naponta más feladattal ismerkednek játékos formában, igazi felnőtt katonák közreműködésével. A keddi nap, ami ugye a mai nap, egy akadálypályát hoztunk nekik létre a katonaság által, illetve ugye mi is készültünk akadálypályákkal, és a délelőtt az erről fog szólni, a délután pedig a Békeparkba fogunk kimenni, és ott tájékozódási ismeretekre tesznek a gyerekek szert, amire már nagyon készültek, tájolókkal, van egy szakember is, aki ezzel foglalkozik, és most itt van velünk ő is. Az Élményzóna Egyesület idén is többféle tábort rendez az általános iskoláskorú gyerekek számára. A katonai túlélő tábor ötlete még a tavalyi táboros évre nyúlik vissza. Ott, amikor megkérdezték a gyerekeket, már akkor sokan belelkesedtek. Januárban fogalmazott meg a gondolat, hogy akkor beindítjuk ezt a tábort, ha már tavaly jelentkeztek olyan nagyon sokan az augusztusi táborunkba, akkor beindítjuk, és idén három alkalommal is hát lesz, illetve volt már egy, most zajlik a második katonai túlélőtábor, és inkább a túlélésre helyezzük a hangsúlyt, hogy a gyerekek, amikor ott vannak a természetben, természetközeli állapotban, akkor hogyan készüljenek fel a túlélésre, hogyan kell tüzet gyújtani, hogyan kell menedéket építeni, stb. A katonai túlélőtábornak nagy a sikere. 17 gyerekkel megy a heti programsorozat, ami azért is jó, mert egy-egy táborozóval így többet tudnak foglalkozni.